Hogyha egy ilyen fegyverre rátekintünk, akkor azt látjuk, hogy tele van csupa harmóniával. Ugye a képzőművészet világából ismerjük a harmados arányt, amely a legkellemesebb és a legjobb a szem számára. Az ember azt érzi hát arányosnak, szépnek. És hát az angoloknak az a szerencséje, hogy ők ilyen számunkra furcsa mértékrendszerben dolgoznak, mint az inch, meg a láb, meg a yard, amelyek ugye nem a tizedes értékeket hozzák, hanem a harmados értékeket. És akkor, amikor fegyveres mesterek valaha 100-150 évvel előtt megterveztek egy-egy fegyvert, akkor hát ezeket a harmados arányokat találták ki benne, hogy hát ez úgy ránylik ehhez, hogy, és ezek mind a harmados arányok, tehát hát egymásra leosztva ugye mindig egész értékek jöttek ki, soha nem 3-3-3, meg 6-6-6, és akkor ez egy végtelen, hanem mindig egész értékek. És hát ha valaki igazán elmélyed ezeknek a tanulmányozásába, akkor ezeket az arányokat nagyon szépen észre lehet venni benne. Tehát innen indul egy jó angol fegyvernek a külcsinje. Hát aztán a belseje, a gondos elkészítés az, ahogy mondottam, a híres holland-holland lakat szerkezetnél kezdődik, amelyet a világon a legtöbbet másolnak, pontosan azért, mert ugye a patent 12 év után az angoloknál lejár, tehát ez valamikor a múlt század, mármint a 1800-as évek végén lejárt, tehát ma már szabadon felhasználható más fegyvergyártók számára is, de hát az egyik legmegbízhatóbb és viszonylag az egyik legegyszerűbb lakat szerkezet. Éppen ezért van neki nagy sikere. Na, megpróbáljuk kinyitni ezt a lakatot. Egy golyós csap, amire az ember hát ráugrasztja ezt a kis fület, ott, és akkor ezzel a helyre pattant minden. Ugye ez az a híres holland-holland lakat szerkezet belülről, amelyik az egyik legprecízebben működő, legjobban állítható és a legbiztonságosabb. Tehát a puska leejtése, véletlenszerű leejtése esetén sem tud elsülni, mert van benne egy úgynevezett elkapó rendszer, amelyik hát megakadályozza azt, hogy a kakas a ütőszegre csapjon. Hát látható belőle a megmunkásnak a finomsága, minősége, és a jó lövők tulajdonképpen keresik a jó beállított lakat szerkezetet, mert az biztosítja mindig a fegyvernek az egyforma, azonos erővel történő akadás nélküli elsütését. Ugye semmi sem zavarja össze jobban a sörétlövőt, mint az, hogyha egy fegyver különböző értékekkel, elhúzási erővel sül el. Az összezavarja az elsütésnek az idejét, és aztán az már beleszól az elétartásba, mi egyébbe. Tehát ezek a picin technikai eszközök a végén, a végeredmény tekintetében nagyon-nagyon fontos értékekké válnak. Szinte a jó puskának ugye a legfontosabb értéke a lakat szerkezet, a lelke a lakat szerkezet. Hát a holland-holland ebben alkotott nagyot, ahogy mondottam már több mint 100 évvel ezelőtt, és hát ez az a híres belső szerkezeti egység, amely hát egyedülálló a fegyvergyártás világában. Ahogy mondottam korábban, bonyolultabb van, de jobb nincs.